Közel 600 diákra és a szüleikre, nagyszüleikre jelent komoly veszélyt, ha az ilyen terveinek megfelelően még idén elkezdik a Baka István általános iskola felújítását. A gyerekeket és a pedagógusaikat akkor ugyanis össze kell zsúfolni az épület egyik részében, amíg a munkások a többi teremben dolgoznak. Emiatt nem lehet majd betartani a védőtávolságot, és járványgóc alakulhat ki az iskolában. Pedig az ilyen szexuál frakció éppen így tervezi a munka kezdését. Erre figyelmeztetett Ács Rezső az ország leghallgatottabb rádiócsatornája. Szexárt polgármestere szerint a többségi frakció terve emberéletekbe kerülhet, ezért ő személyesen azt kérte a pályázat kiírójától, hogy hosszabbítsa meg a fejlesztés elszámolási idejét, hogy a munkálatokat jövőre jó részt a nyári szünetben lehessen elvégezni. A szerződés meghosszabbítását kértük, ezt meg is kaptuk. 2021. október 1-én fog lejárni a támogatási szerződés, tehát van arra, hogy befejezzük a munkálatokat. Én azt támogatnám, hogy ezeknek a nagy része a szünetek essen, főleg a nyári szünetre, hiszen akkor nincsenek gyerekek, nem zavarjuk őket, és nem idézünk el esetlegesen egy ilyen gócponti szituációt, amit nem szeretnénk semmiképp sem. Ács Rezső, a rádió egy műsorában arról is beszélt félő, hogy a Zöld Város programra kapott 1,2 milliárd forintot elveszíti az önkormányzat, mert már a kivitelezésnek kellene zajlania. Ehhez képest az ilyen szexárt frakció tagjai teljesen átalakítanák a lakossággal korábban már egyeztetett koncepciót, például több emeletes parkolóházat építenének a város központjába. Nincs erre már idő. Ha nem kezdik el a fejlesztéseket, akkor nem fogjuk tudni befejezni, hiszen 2021 December 31-ig el is kell számolni ezekkel a projektekkel. Tehát ha most kezdünk el lakossági fórumokat tartani, még akkor nagy esélyünk van arra, hogy ezen pénzeket elbukjuk. Ács rádió kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az ilyen Szexárt frakció vezetőjét is. Szerettük volna tőle megtudni, miért ragaszkodnak ahhoz, hogy a Baka István általános iskola felújítása a tanév alatt kezdődjön el. Valamint arra is kíváncsiak lettünk volna, mi a tervük a Zöldváros programmal, és hogy nem félnek neke, hogy vissza kell majd fizetni a pályázati támogatást. Bomba Gábor viszont egyetlen kérdésünkre sem válaszolt.